Az elmúlt évekhez hasonlóan mozgalmas és nem túl eredményes őszi szezon tudhat maga mögött a mátészalkai futballcsapat. A jövőre alapítása 100. évfordulóját ünneplő MMTK már a rajtnál beragadt, az első győzelmét az 5. fordulóban a Tiszakanyár ellen szerezte meg az akkor még Márius Botán által irányított együttes. A folytatásban sem jöttek az eredmények, a 11. fordulóban hazai pályán Csengertől elszenvedett 6-1-es vereség után pedig edzőváltás mellett döntött a vezetőség. A hátralévő 4 fordulóban a játékos edző Temfli Imre vezetésével 7 pontot szerzett a Szalka úgy, hogy a listavezető Ibrányt is legyőzte. Az egyesület elnöke szerint állhatnának előrébb is a tabellán. A csapat nem roppant soha össze, tehát nem olyan vereségeket szenvedett, amivel azonnali hatállyal mondjuk az edzőt el kellett volna mozdítani a helyéről, hanem mindig ezek az egy, maximum 2 góllal, potyagólokkal, hosszabbításból gólokkal vesztettük el a mérkőzéseket, ami csak azt jelezte, hogy valami miatt nem működött ez az edző és játékosok közötti kontakt. Temfli Imrével azért egy kicsikét szerkezetileg is átalakított csapat lépett pályára, másrészt valószínűleg a motiváltság is sokkal jobb volt. Ennek hatására ugye az utolsó fordulókban be tudtuk gyűjteni a pontokat. Nagyon fájó számomra, hogy 2 olyan csapattól veszítettünk el biztos hazai pontokat, akik most a bajnoki tabellán utánunk állnak. Máté Szalkán a felnőtt csapat mellett az utánpótlás nevelésre is nagy figyelmet fordít az egyesület vezetése. A U14-es, 15-ös csapataink MB2-es bajnokságban, az U17-es, 19-es csapataink pedig az MB3-as bajnokságban szerepelnek. Ez azért fontos nekünk, mivel egy TAU-zható sportágról beszélünk. És ebben a TAU rendszerben már így félidőben ezek az említett 4 csapatból 3 előkelő helyen végzett, és ezen statisztikai alapján megalapozhatjuk a jövő évi TAU alapunkat, hiszen ez az eredménycentrikusságra épül a labdarúgásban, a TAU kiosztásoknak az aránya. Úgyhogy ezek a csapataink jól szerepelnek. Elmondhatjuk azt is büszkén, hogy évről évre újjá kell építeni ezeket a csapatokat, hiszen a Nyíregyháza, a Debrecen és a Kisvárda MB-s csapatai azért a legtehetségesebb gyerekeket ugye elszippantják tőlünk. Emellett természetesen U7-től egészen U19-el bezárólag az utánpótlás csapataink 22 csapatban versenyeznek, ez közel 200 gyereknek a versenyzését jelenti. A téli időszakban 8 mátészalkai futszálcsapat is szerepel a különböző korosztályos bajnokságokban. A felnőtt együttes január 10-től a megye legnagyobb teremtornáján, a Mátészalkai Szizókupán lép pályára, majd 15-én elkezdődik a felkészülés a tavaszi szezonra.